Akkor, ha már kicsomagoltuk a DS2-18 hálózati adattárolónkat, akkor egy kicsit beszélni fogok nektek róla. Hát valójában ugye már mondtam a kicsomagolásnál is, hogy nemrég volt nálam a DS2-18 Play, illetve a DS2-18J, és most a sima DS2-18-as érkezett meg hozzám. Ugye a DS2-18-as is egy sokoldalú kétlemezes NAS, kis méretű irodákba és otthoni használatra javasolja a gyártó. És tudni kell ugye a DS2-18-ról, hogy fejlettebb változata a DS2-18 Play-nek, mindenképpen így kell rá gondolni, hiszen változtatást a készülékházán már láthatunk, itt már, hogyha előttünk van, aki nézte a többi videót, az már látja is, hogy mi változott, de mindjárt meg is fogom mutatni, és ugye egy-két apróság a belsejében, a tömege is egy ilyen 400 g körül több, mint a DS2-18 Play-nek, illetve a DS2-18J-nek, egy kicsit más a kivitelezése a háznak is. Szoftveres támogatást ugyanúgy kapunk, ugye a DSM által nyújtott szolgáltatásokat megkapjuk, sőt bővebb funkciókat is kapunk, itt az alatt azt kell érteni, hogy nagyobb teljesítményre képes bizonyos területen, több VPN felhasználót tudunk rá konfigurálni, több Samba user tudunk rá konfigurálni, hiszen nagyobb a teljesítménye, és így nagyobb több lehetőséget ad nekünk a gyártó a szoftveren keresztül. De hogyha már így előttünk van, akkor nézzük meg gyorsan, hogy mit is látunk a készüléken, hogyha így ide húzom egy kicsit, akkor itt van nekünk egy státusz jelzőledünk, van nekünk egy hálózat jelzőledünk, van nekünk diszk 1 és diszk 2 státusz jelzőledünk, és ami újdonság, hogy itt lent megjelent nekünk egy USB csatlakozó, ami a J-n és a Play szérián nem látható, ő egy 2.0-as USB csatlakozó, és alatta van nekünk egy másolás gomb is, ami azt teszi lehetővé, hogy az USB eszközre másolhatunk egyetlen egy gombnyomással. Itt alul pedig a bekapcsoló gombunkat találhatjuk, itt pedig a szokásos, hogyha kicsit hátra viszem, akkor itt a bekapcsoló gomb, itt pedig a szokásos DS2-18 jelölés. Hogyha megfordítom a hálózati adattárlónkat, akkor a szokásos gyártói felirat, Synology, ez is ugye szellőzésként is funkcionál ez a felirat. És hogyha hátul megfordítjuk, akkor itt van nekünk a hőelvezető ventilátorunk, itt van nekünk 2 darab 3.0-as USB-nk, egy hálózati csatlakozónk, egy hardware-es zárunk, itt van nekünk még egy tápcsatlakozónk, és itt van nekünk még a reset lehetőség is a hátlapon, amit itt láthatunk. Ugye a 4 másodperces adminisztrátor jelszó helyreállítás, amit minden Synology hálózati adattárolónál bemutatok nektek, nem lesz ez másként a DS2-18-nál sem, meg fogom nektek mutatni, hogyha elfelejtjük a jelszavunkat, az alapértelmezett admin felhasználónak hogyan tudjuk visszaállítani a jelszavát, illetve megváltoztatni anélkül, hogy elvesztenénk az adatainkat. Nagyon figyelni kell, de ezt majd akkor mondani fogom, hogy ha 4 másodpercnél, ha még nem sípol, tovább nyomva tartod ezt a reset funkciót, akkor elbúcsúszhat az adataitól. Erre tényleg nagyon kell figyelni. A másik oldalán szintén egy Synology felirat van, ez is szellőzésként is szolgál, és ennyiben ki is merült, és hogyha szétszedni akarnánk, amit mindjárt be fogok mutatni, akkor nem úgy történik, mint a J vagy a Play sorozatnál, hogy eltoljuk az oldalát, hanem van itt nekünk egy szép kis előlapunk, amit csak itt szépen lehúzunk, és itt van nekünk 2 darab rekeszünk, itt van a 2 darab HDD hely, illetve 2,5-es SSD, vagy 2,5-es HDD, most 3,5-esekkel fogjuk alapértelmezetten kipróbálni, beüzemelni, de az is lehetséges, de ugye az átalakító az opcionális, az külön meg kell vásárolnod ennél a terméknél is, ezt nem adja a gyártó a csomagban. Itt csak simán megnyomod ezt a kart, és hogyha ezt itt megnyomod, akkor onnantól kezdve kihúzható, és ide, ebbe a fiókba helyezhető be a merevlemez, illetve az SSD, utána az elejét meg csak szépen vissza kell pattintani, szóval a szerelése is nagyon jó, és működés közben is cserélhetők a merevlemezek, nem úgy, mint a Play esetében, illetve nem úgy, mint a J-széria esetében. Itt már azért láthatjátok, hogy egy USB-vel, egy másolás funkcióval, és szétszerelésben, illetve HDD csere terén is, vagy háttértár csere esetén is több funkciót szolgál. Hardware-esen sok újdonságot nem tudok mondani a Play-hez képest, hiszen a specifikáció szerint ugyanaz a processzor van benne, ugyanaz a 64 bites utasításkészlet, ugyanaz a 4 magos 1,4 GHz-es óraján pörgő processzor, ugyanaz a hardware-es titkosító motor, ugyanaz a hardware-et kódoló motor, ugye itt gondolok itt a 4K-s média anyagokra, de a rendszermemóriánk az változott, mégpedig ott sem sok minden, hiszen ugyanúgy a DDR4-es modult kapjuk meg,
de DS2-18 esetében 2 GB memóriát kapunk, nem pedig 1 GB-ot, mint a Play esetében, és nem 512-t, mint a J-széria esetében, mert ott csak 512 memóriánk volt. Ugye már a merevlemezekről beszéltem, hogy 3,5 feles SATA HDD, vagy 2,5 feles SATA HDD, vagy 2,5 feles SATA SSD-t pakolhatunk bele, ugye opcionális foglalatokkal, amit külön meg kell vásárolnunk. A maximális teljes belső kapacitás az 24 TB, 2 darab 12 TB-os drive-ot tudunk belerakni, de természetesen a gyártónak az oldalán, benne van a cikkben is, ott tudtok róla tájékozódni, hogy milyen háttértárakat kezel maga az eszköz, mi az, ami támogatott, mi is, mi az, ami nem, mi az, amit ajánlott beleszerelni. Én most VD-RED NAS HDD-ket fogok beleszerelni, ugye 24 órás működésre vannak tervezve a gyártónak ezen háttértárai, és NAS-okba szánt kifejezetten ez a típus. Fájrendszereket, hogy milyen fájrendszereket támogat, azt is a specifikációban olvashatjátok, de a Play-hez képest nincsen különbség. A zajszint az talán egy kicsit halkabb, mint a Play esetében, és a tápegységünk az ugyanúgy 60 wattos, az áramfogyasztásunk egy kicsivel kevesebb, mint a Play esetében, de majdnem ugyanannyi, szóval nagy eltérések tényleg nincsenek. Ami eltérés, nagyobb eltérés az a készülékhez, a súly, ugye az, hogy menet közben is cserélhetőek a háttértárak, plusz kapunk előre egy plusz USB-t, egy 2.0-es csatlakozót, és egy másolás gombot. Szóval nagyjából ennyi a különbség a Play-hez képest, meg ugye, hogy több a memóriánk, de mindjárt akkor bele fogjuk rakni a két darab merevlemezt, be fogom üzemelni, csinálunk egy megosztást, megnézzük a szoftvert, az első beüzemelést, kicsit beszélni fogok róla, és nagyjából ennyi. Be fogom nektek a DS2-18-at is mutatni, ugyanúgy, ahogy bemutattam a DS2-18 Play-t, vagy a DS2-18J Synology hálózati adattárolót. Varga Tamás voltam, sziasztok!